A Berekfürdői Önkormányzat kertészetében jelenleg a szántóföldi növények magvetése történik, de a fóliában már szépen nő a paradicsom, a paprika és a közterületekre szánt virágpalánta is. A részletekről Karsainé Erős Ilonával beszélgettünk. A fóliában dolgozók a fűszer paprika magot vetik tálcákba. A Start munkaprogram keretében indult kertészetben 7 hektáron folyik a növénytermesztés. 3 termálvízzel fűtött fóliasátruk is van. Lényegesen kevesebb, fele annyi fővel vagyunk most per pillanat, mint amennyi 2012-ben az induláskor volt. Hát ez ugye sok mindennek betudható. Egyre nehezebb munkaerőt találni így a közfoglalkoztatásban. De így is megpróbáljuk helyt megállni. Volt egy tartósító savanyúttó tanfolyam, amit elvégeztek a dolgozók. Vannak, akik dolgoznak a feldolgozó üzemben ezzel a képesítéssel. És igen, van, akik már tényleg 9., esetleg 10. éve dolgoznak itt a kertészetben. A kezdetekhez képest sokkal többfajta növényt termesztenek, melyekkel a berekfürdői lakosokat, vendéglátóhelyeket is ellátják, valamint a feldolgozó üzem részére is termelnek. Sokkal több fajta, féle növényt termesztünk. Azonokból is, hogy ugye a berekfürdői lakosokat is próbáljuk ellátni minél szélesebb körben zöldségekkel, gyümölcsökkel. És hogy minél többféle kínálatunk legyen, ezért mi is bővítettük a palettánkat, valamint a feldolgozó üzem részére egyes növényekből, amelyet ők kívánnak, nagyobb mennyiséget is termesztünk. 3 éve közel 1000 gyümölcsfát telepítettek. A fagy ellen sikerült megvédeniük füstölési technológiával a fákat, így várhatóan lesz termés. Telepítettünk gyümölcsfákat, közel 1000 darab új gyümölcsfa lett telepítve 3 évvel ezelőtt, már most szépen virágzanak. Hát még ugye a termés az még fiatalok hozzá, de már megmutatják magukat, és idén is számítunk gyümölcsre. Most a fagy ellen úgy látszik, hogy sikerült megvédenünk füstölés technológiával, és reméljük, hogy tényleg meg tudjuk kóstolni az idén is, hogy mi lesz a termés. Virágpalántát is nevelnek a település és a fürdő közterületeire és a lakosság számára. A bereki főtéren naponta meg lehet vásárolni az itt termelteket. A helyi lakosok már nagyon megszokták az elmúlt 9 évben, hogy frissen, tényleg, nagyon frissen kapják a zöldségeket, gyümölcsöket, hiszen a szüretelés, leszedés után egy órán belül már a piac polcain találhatják, és ennél frissebbet, jobbat nem találnak máshol, úgyhogy szeretik igen, és várják is. A szakember úgy véli, per pillanat ezt az időjárást még túlvészelték a szabadtéri szamócáik. Szalmatakarás van a bakhát tag között, fóliával és a pektetőszalaggal készítettünk bakhátakat, és akkor ezekben vannak beleültetve a szamócapalánták. Közé pedig szalmatakarást teszünk, hogy még kevesebb legyen a gyomterhelés. Minél inkább próbáljuk ugye így a gyomot elnyomni, hogy minél ugye kevesebb emberrel, egyre kevesebb kézi munkaerőre legyen szükség, hogy győzzük utána folyamatos betakarítást, ami évközben majd szükséges lesz. Tavaly több 10 tonna terményt állítottak elő a 7 hektáron. Ebből a legnagyobb mennyiség burgonya és a hagyma volt, de fűszer, paprika és káposzta is termett több 10 mázsányi.